amikor égességen az ez van, és most egy diszkos és egy párlágás fiatal, és volt a Spidey Ghost és az ilyen érkezett. Hát kérem tiszteltem, eltett egy kicsit az időm, mindjárt következik a tombola, ha jól emlékszem rá. Nem az? Nem baj. Na mindjárt. Elérkezett az a pillanat, amikor kihirdettem a győzteseket, és gondolom kíváncsian várják, hogy ebben az esztendőben kik is nyerték el a kitüntető címeket, hogy ki lett a vál királynő, a vál király, a vál herceg, meg a vál hercegnő. Tájékoztatásul mondanám a kedves vendégeknek, hogy a szavazás az úgy történik, hogy a lányok válasszák meg a fiúk közül a győzteseket, azaz a válkirálynőt és a válherceget, a fiúk pedig a válkirálynőt meg a válhercegnőket. Ebben az esztendőben a legtöbb szavazatot kapta, és 2005-ben válkirálynő címet nyerte el Nosza Adrián. A kedves válkirálynő, szívből gratulálok ez a kitüntető címhez. És mivel az a szokás, hogy a hetedikesek fogják átadni a jutalmakat, mégpedig megkapják ugyebár a oklevelet, ezt ugye adod át, meg a csokorvirágot is. Légy szíves a királynőnek átadni. És fiúk közül. Fiúk közül 2005-ben legtöbb szavazatot kapta, és ezzel a lányok bálkirályok választották. Pallaki Sándor. Szeretettel az ajándékot. És akkor most következőnek akkor azok, akik nem sokkal maradtak le a királyi címről, meg a királynői címről, tehát Pál hercegnő. Következik még pedig 2005-ben a lányok közül Pál hercegnő címet nyerte el, Vég Angelika. Hát gratulálok, és ez is nagyon szép eredmény Angelika. És akkor szólítom a Bál herceget, tehát a hercegnő mellé mindjárt ide fog fáradni a Bál hercegünk is, tehát 2005-ben a fiúk közül Bál hercegi címet nyerte el Mező Norbert. És mivel olyan szoros volt a hercegnő meg a herceg után az eredmény és a szavazat olyan közel volt, hogy itt lesz még egy hercegi párunk, mégpedig lányok közül Bál hercegi címet nyerte el 2005-ben Hopányi Márta. Legerőbb gratulálok, Márti! És a fiúk közül szintén, ugye, még egy Bál herceg következik. 2005-ben Bál hercegi címet nyert el Koralovszky Zoltán. Nagyon szép eredmény, gratulálok szívesen.
lányoknak nem gratuláltál? Igen? Olyan gyorsan mentek? Észre se vettem. Akkor azért, mert megvártam, hogy ott gratuláljál. Hát kedves vendégeim, most már csak az következik, hogy most be is bizonyítsák nekünk ezek a táncosok, hogy méltóak a címre. Ugye az a szokás, hogy itt az, hogy a győztes párosok táncolnak nekünk még, egyet, kettőt vagy hármat, attól függ, hogy hogyan tapsol majd a kedves közönség. Elsőnek mindjárt a csárdás fog következni, de előbb azt kérem, hogy legyetek szívesek a csokrokat, okleveleket, lerakni az oklevelet, ne tegyétek a virágot, mert vizes, nehogy vizes legyen az okleveletek. Rá vagyok tehetett, mert az nem vizes, de jobb hangos. És akkor az is itt ugye hagyomány, hogy a győztes párosok csárdást táncolnak. Ugye lehetek szívesek oda befáradni. Ráadunk még pedig úgy, hogy ebár megbeszéltük, hogy hogyan, igen. Győztes pár és így tovább. Jó, akkor indul az erő. Hogy csak ekkora tapsot érdemelnek meg.
már évek óta itt megy, hogy nem lehet. Egyel, kettővel se lehet megúszni ezt. Úgyhogy egy ráadást kérnék szépen tőletek, mégpedig egy kis jive-ot. Jack is back. Köszönjük szépen a tapsot, még egyszer gratulálok a győzteseknek. Jó, és akkor most a következőt kérnék tőletek. És akkor most kérnék szépen a győztesektől egy kivonulást. Eseményre kellő sor, ez is hagyomány egyébként Köröstarcsán, hogy a tánciskolás növendékek egy tánc elején fölkérik majd a kedves szüleiket, és én nagyon remélem, hogy ez be is következik. Meglepődjön! Nem akarok várni! Mit akartok megköszönni? Hogy ennyit! Valamennyi tánciskolásnak természetesen kedves szülőknek nagyon szépen köszönöm, és mivel itt vagytok, nagyon közelbe, lehettek szívesek a kedves szüleiteket felkérni. Érkeznek a párosok, és nagyon gondolom, és remélem, kedves tánciskolásoknak otthon egy kis tréninget azért. Volt kis gyakorlás, remélem, úgyhogy biztos vagyok a kedves tűnök őket a szüleket. És akkor Thank you.
köszönöm, kedves táncéskolások és kedves szülők! Nagyon jól sikerült is! És...